Centiméterről centiméterre haladva került helyére a 36 méter hosszú, 10 méter széles ideiglenes hídszerkezet a Kapos folyó felett. Az építmény a honvédség tulajdona, és a beemelést is katonák végezték. Nem végeztünk még a munkával, ezt követően kerül majd a végleges helyére, kiépítve mind a gyalogos, mind a gépjárműforgalom részére az a felület, amelyen a közlekedés végre lehet hajtani. És azt gondolom, hogy ezután hozzá lehet kezdeni ennek a Kapos hídnak az újjáépítéséhez. Az ideiglenes szerkezetre azért volt szükség, mert a régi híd állapota az évtizedek alatt úgy leromlott, hogy már nem lehet helyreállítani. Ezért hamarosan elkezdődik a bontása, majd egy új állandó híd építése. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a híd megtekintése után azt mondta, a honvédség az elmúlt hetekben bizonyította, hogy az emberek számíthatnak rájuk a veszélyhelyzetben. Ezzel a hídnak a beemelésével azt is bizonyították, hogy az ország gazdasági újjáélesztésében is lehet majd rájuk számítani, hiszen olyan speciális készségek, olyan különleges képességekkel rendelkezik a Magyar Honvédség, olyan különlegesen és magasan képzett szakemberekkel, honvédekkel, akik helyt tudnak állni a gazdaság újjáépítésében is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, pincei parlamenti képviselője pedig arról beszélt, hogy a Kapos felett áthaladó ideiglenes híd a környéken élők mellett a helyi gazdaság motorjának számító mezőgazdászok életét is nagyban megkönnyíti majd, hiszen a régi hídon bevezetett súlykorlátozás miatt csak hatalmas kerülővel tudtak eddig a munkagépek közlekedni. A legrövidebb kerülő út az is a 22 tonnásnál 30 valahány kilométer, és az út minősége miatt ugye az időben is jelentős, de a leghosszabb az pedig, ami nagyobb, tehát 40 tonnás gabona kereskedő kocsi, az pedig akár 70-80 kilométert is kell kerülni. Az új állandó pincehelyi híd építése a tervek szerint még idén elkezdődik.